Sziasztok! Sziasztok, üdvözlünk titeket! Most látom, milyen nyúzatnak tűnsz. Milyen nyúzatnak kap be. Helye, kíváncsi vagyok, hogy még van-e hang. Az mara fontos, ám. Jó. Na, hát akkor viszont szeretettel köszöntünk titeket. Itt a Summer Game Festnek az előszobájában, amikor is hamarosan mérlegelni fogjuk, hogy mit várhatunk ettől az eseménytől. Többen drukkoltak, hogy hogy fogsz kiöltözni a nagy eseményre. Itt volt a chatfalom. Ja, láttam. Hát felvettem a új dizájnos reflektorpólót. Igen. Úgyhogy ilyen szép nagy. Mit akartál ebből kihozni? Mit akartál ebből kihozni? Nem tudom. Megint én segítselek ki. Nem kell, csak rosszabb lesz. Pont arról beszélgettünk egyébként odakint, hogy a Summer Game Fest jellegéből adódóan, meg mivel pont, hogy határolja jobbról-balról egyszer a már lefutott PlayStation Showcase másik oldalról, meg az Xbox Showcase vasárnap, hogy mennyire számíthatunk arra, hogy tényleg komoly bejelentéseket fogunk látni. Jaj, tényleg elmosztottam Sky-nek, nagyon szépen köszi a 6 hónapot, illetve lejjebb 8 hónap most a 25-öt. És nagyjából abban maradtunk, hogy lehet, hogy lesznek azért itt komoly bejelentések, de olyan egetrengető dolgokra valószínűleg nem érdemes számítani. Azt azért sietve hozzátenném, hogy mindig, amikor így belenézünk ilyenkor a jósgömbünkbe, akkor mindig nagy dolgokat várunk, mindig vannak konkrét elképzelései. Még olyanok is, amiket fixen bejelentettek, hogy ott lesznek, aztán riktig nincsen semmi belőle. Köszi, Alcatraz. Ó, tényleg, Alcatraz nagyon aranyos vagy. Megszólt 5 embert, örüljetek. Ez most egy ilyen ünnepi adás sok szempontból. Ennyi. No, most még mielőtt belemennénk a mélyebben abba, hogy... Gollamri még, igen. Mielőtt alaposabban belemennénk abba, mégis mire számíthatunk, úgy összességében te mire számítasz a Summer Game Fest-tel kapcsolatban? Egyáltalán az elmúlt Summer Game Fest-nek egyébként volt szignifikáns bejelentés, vagy hogyan aránylik ez az eddig? Persze, tavaly megmutatták a Last of Us multiplayer-nek azt az egy képet, tudod, azt a konceptártot. A Summer Game Fest nem volt? A Summer Game Fest. Vagy azon, vagy Gamescom-on, most nem mondom meg neked, de tudom, hogy ez egy Geoff Keighley-s rendezvényen volt. Az volt, lehetett a Game Awards is. Aztán akkor azt hiszem, hogy 2 vagy 3 éve itt mutatták meg a Ratchetot, de ilyen nagyon-nagyon megbaszó bejelentés szerintem nem igazán volt. Hát ide leginkább a third party bejelentések mennek ki, esetleg egy jó felszopója lehet az Xbox Showcase-nek, gondolok itt arra, hogy mivel ugye ott azt mondták, hogy hát majd mi nem csak cinematic trailereket fogunk mutatni, hanem in-engine, meg in-game, meg mit tudom én, akkor lehet, hogy azok a cinematic trailerek itt mennek ki. Ilyesmikre kisebb kiadókra, vagy fejlesztőkre, tehát már az Annapurna tízelte, hogy itt fogja megmutatni az új játékát, Devolver is itt fog, azt hiszem most nem lesz külön Devolver showcase, úgyhogy gondolom, hogy ők is itt fogják megmutatni, kint lesznek, azt tudom. Inkább ilyenekre. Egy-két Sony is megjelenésre is számítok, de ajánlom nekik, hogy ne valami nagyon baszó dolgot mutassanak be, mert akkor bekaphatják, hogy nem a saját showcase-ükre vitték ki, hanem ide. Nem készült el a render mostanra, simán elképzelhető. Persze. Majd erről holnap beszélünk, mert ugye én most már konkrétan a Sony showcase óta nem voltam, úgyhogy majd a holnapi reflektorban ezt kicsit még úgy átnyálazzuk, meg nyilván majd a Summer Game Fest-et is feldolgozzuk. Szerintem nagy előnye az most így a Summer Game Fest-nek, amit kint is mondtam neked, hogy kvázi elvárások nélkül tudtam eléleülni, vagy tudunk eléleülni, és ez biztos, hogy jót fog neki tenni. Tudom, hogy te ilyenkor is tudsz csalódni, a tavalyi Game Awards. Szerintem egyébként nem fogok. Már csak azért sem, mert pont, hogy te is mondtad, hogy nem nagyon vannak elvárások. Azért egy Sony Showcase-nél azért az ember egy statementet vár, egy kiállást, meg egy víziót. A Summer Game Fest, mivel igazából te is mondtad, hogy egy ilyen third party ömlesztő tégely, igazából nem várok tőle egy ilyen jellegű megnyilvánulást. Lesz, amilyen lesz, én egy dolgot várok, hogy jelen tudomásunk szerint, de erre kérlek, hogy pontosítsatok majd, én úgy tudom, hogy a Summer Game Fest 2 óra hosszú lesz. Én abban reménykedem, hogy a felhozatal valamennyire igazolja ezt az időt. Tehát ne az legyen, hogy lófasz lesz tormával, hanem, tehát én gyakorlatilag egy ID Xbox eresztést csinálom. Hú, az volt egyszer valami 4 óra hosszú, vagy mennyi. Még mi sem bírtuk végig. Nem, de tovább bírtuk, mint a tűvel. Mint a többiek, de mindenki feladta egy 2,5 óra után a sütőszimulátort, meg a többi szarságot. Igen, úgyhogy mi kitartóak voltunk, de én nagyon remélem, hogy a Summer Game Fest az nem ezt a
ezt a irányt célozza be magának. Uh-huh. Úgyhogy reménykedjünk, szegény Balázs odakint szembesült, ezzel 2 órás lesz a Summer Game Fest. Nem tudta, hogy mit vállalt be. Ja, nincs ezzel semmi gond. Ha ki tudják tölteni normálisan, akkor nincs baj. Ugye annyi szokott itt lenni, hogy rengeteg szponzortartalom. Tehát, hogy lesznek olyan megjelenések, amik konkrétan azért lesznek itt, mert szponzortartalmak és kint kell lennie, és egyébként szerintem a kutyát nem érdekli. Raid Shadow Legend. Nem teljesen ez, de egyébként nem jársz túl messze. Na, tudom. Most... meg ugye régen előszeretettel töltögették ki ilyen mindenféle irodába végigvezető, és a Béla ott szerkeszti a 3D grafikát a sarokba, meg mit tudom én az ilyenekből. Emlékszel, hogy például a Dragon Age, az új Dragon Age-ből évekig ilyeneket toltak ki? Tudod, abban a Dragon Age-ben, amiben még mindig nem tudunk semmit a címén kívül. De alfát láttunk belőle, vagy bétát. Jó, hát az, igen, abban nem volt csak köszönet. Hát az ilyen pre-alpha gameplay. Az lehet, hogy kihozzák. Figyelj, te mennyi esélyt látszol, hogy azok a cégek lesznek itt kint, akik saját showcase-t nem tartanak? Tehát mondjuk az Electronic Arts például. Electronic Arts-nak lehetnek itt címei, azért tudjuk, hogy sok minden készül. Arra lennék kíváncsi például, hogy ugye a Respawn dolgozik egy Star Wars FPS-en, és most lehet, hogy az nekik nem lenne rossz marketing, hogy kicsit átterelni arra a figyelmet a Jedi Survivor-ös fiaskó után, ahol a játék nem lett rossz, de tudjuk, hogy technikai gondokkal azért bőven küzdött, úgyhogy ilyenek lehetnek. Hozzáteszem, hogy hányan is dolgoznak Star Wars projekten, vagy 80 cég? Hát akikről tudunk. De hát vannak most rendesen. Jaj. Egyébként én most bejátszok egy olyat, ezt most ezen a héten egy párszor el fogom sütni nektek, meg hétfőn a Ubisoft Forward alatt is, amit én biztos, hogy közvetíteni fogok, én nagyon remélem, hogy be fogsz csatlakozni, csak most Balázsnak szana szétáll a feje, úgyhogy nézzétek el neki. De javasolnám mindenkinek, aki itt van, hogy erre az egy hétre a szubot azért nyomja be, mert ha a reklám pont akkor fogja megszakítani az adást. Most még talán a Summer Game Festnél annyira nem is fontos, de hogyha az Xbox Showcase-nél pont akkor fog bejönni a reklám, amikor mondjuk a Fable-t leleplezik, az kurva idegesítő lesz. Ja. És mivel nem tudjuk megmondani, hogy pontosan melyik szekcióban lesz, ezt melegen tudom javasolni mindenkinek. Mindegy, ez most elhangzott. Ugye tudjatok róla, hogy én megtettem mindent tőlünk telhetőt. Én nem mondom lennék, hogy szerintem forduljunk is rá, hogy körülbelül mit várhatunk ettől a mai eventtől, hogy amit ugye felvezettünk, hogy sok minden lesz, de mégis mi az, ami jó eséllyel várható? Uh-huh. Kaptunk ugye jó pár megerősítést, tehát itt most azért annyiban könnyebb helyzetből indulunk, hogy voltak olyan játékok, amiket konkrétan meglettek, nem csak játékok, majd erről beszélünk, konkrétan meglettek erősítve, úgyhogy spoileres szekció fog következni, ha esetleg nem követtétek mondjuk a Killinek a Twitterét, vagy hasonlókat. Na most, amit már konkrétan szerintem mindenhol le lehetett látni, mert hogy ezzel promózták kvázi a Sumer nyári fesztivált, az a Mortal Kombat 1-nek a gameplay-es megjelenése. Ugye a Mortal Kombat 1, ami kvázi reboot. Reboot. Igen, mert ugye számozottan reboot. Egyébként ugye történetet ott veszi fel, ahol az előző befejezte. Tehát az előző végén ugye a 11 Aftermath DLC-ben konkrétan rebootolták a szériát, kvázi. Ez egy Flashpoint paradoxon esett? Nagyjából az volt, igen. Mit szólsz, milyen vagyok? Nagyon jó vagy, tőlem. És ugye kiadtak belőle egy cinematic trailert, amit ugye tudtuk, hogy idén fog jönni a Mortal Kombat, mert a VB Games-nek a piaci jelentésében benne volt, hogy 2 játékot terveznek idén kiadni. Az egyik az a Mortal Kombat, a másik meg a Suicide Squad, amit hát tudjuk, hogy már nem fog idén megjelenni. Viszont a Mortal Kombat majd jön, itt lesz gameplay trailer. Én egyébként kíváncsian várom, főleg azt, hogy ugye bevezetik ezt az újfajta, hogy is volt, milyen fighterek ezek a vendégharcosok? Kameóharcosok? Kameóharcosok, igen. Tehát ugye lesz, amik nem játszható karakterek lesznek, tehát valószínűleg ilyen tag jelleggel, vagy kombó meghosszabbítása, vagy ilyesmire lehetne majd őket használni. Uh-huh. És ennek a rendszernek a bemutatását várom. Meg nyilván akkor már megkapjuk ugye, hogy milyen karakterek lesznek. Megvan már erősítve jó pár karakter, de ugye még nem, bőven nem az összes.
megmerem kockáztatni, hogyha ez tényleg egy idei megjelenés, és mondjuk valahova oda az őszi időszakra szánják, amire én gondolok, hogy akkor tájra, akkor esetleg kaphatunk megjelenési dátumot is, aminek te nagyon fogsz örülni, mert te kifejezetten szereted, ha van megjelenési dátum, amit majd később tudnak módosítani. Ez a fétisem. Na, Siphon Hun. Köszönjük szépen az 5 GIF szubot. Nagyon. És 5 embernek garantálta, hogy nekik ne legyenek reklámok menet közben. Jó, tehát Mortal Kombat nagy eséllyel itt lesz, sőt, nagyon úgy néz ki, hogy itt lesz. Te vársz tőle egyébként valami ilyen hatalmas megújulást ezen a rendszeren kívül, amit ugye bejelentettek, hogy kell-e egyáltalán? Én tudom, amit szeretnék látni, azt a katakomba rendszert. Én azt nagyon szerettem a Mortal Kombatekben. Ahol nyitogatni kellett a... Én azt baromira élveztem. És én azt szerintem azon kevesek között vagyok, aki el tudnak képzelni egy kifejezetten ilyen katakombás puzzle játékot mondjuk a Mortal Kombat világában. Mm. Ami mondjuk ilyen, hogy így nyitogatsz dolgokat, és kiszedegetsz dolgokat. Ezt mondjuk kiadnák valamilyen modellel, hogy nekik is megérje. Engem az jobban izgalomba tudna hozni. Mert a Mortal Kombat az egyetlen verekedős játék, amihez tényleg van kötődésem. A Street Fighter engem nem érdekel, Tekken nem érdekel, meg a mi ez a Killer Instinct sem érdekel, a Mortal Kombat-et az nagyon szeretem. Pedig a Street Fighter most elég jó pontokat kapott. Igen, azt néztem, de ezzel a megújult külsővel sem tudott igazából becsípni. Uh-huh. Én örülni fogok, biztos, hogy véres lesz, arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy vizuálisan mennyit fog előrelépni. Szerintem nem sokat, mert gondolom Switch-re is kijön. Jön. Ugye, igen, ja, tényleg, mert három különböző csapat fejleszti, ugye a nagy konzolos, a PC és meg a Switch-es megjelenést. Igen. De el tudom képzelni egyébként, hogy a Switch-en kívüliek kurva jól fognak kinézni, a Switch-es meg mondjuk a pálcika emberek fognak bunyózni rajta. Tudja, hogy a Switch-es fogják legtöbben vinni. Szerintem nem volt annyira vészes a vizuálja az előző résznek se Switch-en. Úgyhogy ez tervezik ilyen igazán, vagy ez lesz az egyik ilyen nagyon nagy bejelentés, ott biztos beszélgetni fognak majd Ed Boon-nal, meg mit tudom én. Érdekes, hogy most nem szivár. Emlékszel, azt hiszem az előző résznél, vagy a 9-nél, vagy a 10-nél volt az, mikor mondták, hogy a grafikusok mondtak föl, mert hogy annyira véres tett a játék, hogy nem bírták gyomorral? Hallottam egy ilyen visszajelzésre, de igen. Hát, jó, hát a Mortal Kombat az véres. Véres is kell, hogy legyen. Hát ott a mesterséges intelligencia, mint kimondtam, hogy Switch bedobta a Nintendo reklámot. Igen. Nagyon helyes. Egyébként nem fogjátok tőle ezt még sokszor hallani. Most hallgattam, képzeld el a Speedzone-os Vályi Pistivel egy podcastet, és ott mondta, hogy általában valami nagy hazai hírportálnál már ChatGPT-vel akarják iratni a cikkeket. No. És fel is mondtak többen pont. Te nem akarod ezt bevezetni? Honnantól nem vezettem be? Nem, felismerem a stílusodat. Igen. Sajnos. Ja, köszönöm. Azt mondta, hogy van stílusom. Nevezzük így. Jobb szót nem találtam rá. Jó, vonuljunk tovább. Lesz egy pár kötelező jelenlévő, akiket nyilván nem lehet megkerülni. Ilyen lesz például a Call of Duty, jön a 4. szezon. Yeah! Nagyon, nagyon örülünk neki, nagyon kell. Hát ugye gyakorlatilag ezzel kell kihúzniuk az új kod megjelenésig nagyjából, vagy addig még jön még egy szezon. Milyen hosszúak ezek? 2 hónap? 3? Hát sűrűbben jön, mint ahogyan mondjuk a Halo Infinite-nak jöttek a szezonjai, úgyhogy szerintem, figyelj, ezek az update-ek egyébként szerintem jó, hogyha jönnek, szerintem sűrűbben kellene, bár a franc tudja, hogy fél éve nem kodoztam. Ez elég szomorú, mondjuk előtte is csak Adri. Ja. 120 óra körül vagyunk most már a Zeldában. Nagyon jó. Ezt az információt mindenképpen örülök, hogy megosztottad velem. Neked tartogattam. Köszönöm szépen. Úgyhogy ja, majd végig kell szenvednünk egy jó kis COD Season 4 trailert, az nagyon jó lesz, biztos lesznek új fegyverek, meg új mapok, meg új játékmód, és akkor mindenkinek nagyon jó lesz. Remélem, hogy külön lesz a COD-hoz, és külön a Warzone-hoz. Amilyen mázlibban is lesz. Aztán Fortnite. Ugye Cimbi már jelezte a Diablo stream alatt is, ha jól tudom, hogy jön az új szezon. Biztos élet, hogy itt lesz. És szerintem nem fogjuk megúszni Genshin Impact nélkül sem, az szerintem nincsen fölírva. De miért maradna ki a Genshin Impact? Ne, hát most már nem az van a előtérben, hanem a, mi az Isten, a Hentai Trail, vagy mi a tököm, a Honkai Star Rail, az az új játékuk. Azt fogják szerintem mutogatni, az az. Igen, a Hentai Star Rail, az az.
Úgyhogy ezeknek örülünk. Aztán az Atlusnak a játéka is valószínűleg be fog itt szépen csusszanni. Mert most ugrottál egyet. Nem, ott vagyok. Atlus. Aha. A Baldur's Gate. Ez mióta Atlus? Na szóval nem az Atlusnak a játéka. Te ki csinálk azt? Azt a Larian csinálja. A Larian. Larian. Az L betűre emlékeztem. Igen. igen, Baldur's Gate 3, ugye augusztus végi megjelenésünk van, jelenlegi platform az PC és PlayStation, mert Series X-en még nem tudták működésre bírni, úgyhogy ott még harcolnak, bár ugye bejelentett a Larian, hogy nem azt mondták, hogy nem lesz Xbox-os megjelenés, csak hogy ugye az abéli kötelezettség miatt, hogy csak akkor adhatsz ki Xbox-ra játékot, ha az fut Series X-en és Series S-en is, ugye a gyengébbik hardware-en még küzdenek vele, hogy működjön. Ugyanakkor meglepetésként itt lehet egy Xbox-os megjelenésnek a megerősítése. Egyébként milyen érdekes, hogy a Mortal Kombat fejlesztőinek nem derogál a Series X és a Series S közti probléma, sőt, még Switch-re is ki fogják adni a Mortal Kombat-et, csak ez a nyomorult Baldur's Gate ennek jelent problémát. Igen, azért a Baldur's Gate az némileg több asszettel, meg nagyobb világgal dolgozik, mint egy laminált padló, meg két ember, aki üti egymást. A Mortal Kombatben egy karakterrel van annyi poligon, mint az egész Baldur's Gate-ben. Mm-hmm. Egyébként meg a Larian például az előző játékukat azt portolt a Switch-re. Tehát a Divinity Original Sin 2 az van Switch-en. Akkor az nem a Pillars of Eternity, ugye? Nem, amit múltkor leszettél, mert nem figyelsz rám sose. Jó. Aztán nem csak játékvonatkozású bejelentések várhatók, igen, bocsánat. Ja, nem csak a Baldur's Gate 3-hoz, amit én tartok itt valószínűleg, az gameplay trailer. Aha, hát aktuális lenne. Ugye elérhető az, ugye korai hozzáférésben elérhető a játék lassan 3 éve. Aha. Most már van 3 hónapra van a megjelenés, vagy 2 hónapra van a megjelenés, úgyhogy ja, gameplay, vagy esetleg ilyen launch trailer, vagy hasonló. De lehet abból még újdonságot mutatni, mert van gameplay. Nem feltétlenül kell. Figyelj, új karaktereket bemutathatnak, új varázslatokat, hasonlókat, ilyeneket lehet. Jó. Ártani nem fog. Meg a Baldur's Gate az jó. Uh-huh. Predator Live. Nagyon szépen köszi a 17 hónapot. Na, kezdtem mondani, hogy nem csak játék vonatkozású bejelentések várhatók, hanem játék vonatkozású sorozatok. És mivel idén érkezik, nem kizárt, hogy tiszteletét fogja tenni a Witcher sorozat 3. évadának a trailere. Ez konkrétan bejelentették, hogy itt lesz. Igen? Aha, hát most ugye azokról beszélünk, ami 100% hogy itt lesz. Tehát ez mind megerősített. Jó, úgyhogy ez nem érdemel több kifejtést, ugye ez az utolsó évad, ami még Harry Cavill-lel. És egyébként úgy lett bereklámozva, hogy hú, hát azt hogy várják már a színészek is, hogy be legyen jelentve minden. Hát aki egy kicsit is követte az eseményeket a Netflixes Witcher adaptációval kapcsolatban, azt tudja egyébként, hogy utolsó olyan szezon, amiben Harry Cavill lesz, és egyébként meg már valószínűleg a nézhetetlen kategória határait fogja súrolni. Varási. De tudod, ilyenkor mindig van egy kis omázs az emberekben, hogy tehát az utolsó Harry Cavill-es Witcher, meg kell nézni. Jó, hát én egyébként annyira nem bánom, hogy inkább helyette elment az Amazonhoz Warhammer 40 000-et. Igen, most szerintem ez a 2 évadnyi Witcher nekem is elég volt ebből a témából. Nem feltétlenül érdekel a harmadik, a negyedik, meg még annyira se. Szerencsétlen Liam Hemsworth, nem tudom kicsit, hogy jól megszívja, mint yeah. De mindegy, Kormos Perecnek nem tudom, megköszöntem ezt, nem megköszöntem, de ha nem, akkor most megköszönöm, meg Predator Live-nak is. Ellen Wake 2 gameplay trailer. Uh-huh. Ez is meg lett erősítve, így van. Na, ez engem viszont kifejezetten érdekel. Most már tudjuk, hogy 2 játszható karakter lesz benne, ugye a fekete rendőrnő, meg nyilván a címszereplő. Úgyhogy, hogy ezek hogyan fognak viszonyulni egymáshoz, hogy ezeket megadott pontokban fogja váltogatni a játék, vagy mi tudjuk gomnyomásra váltani az egyik karaktert meg a másikat, ez majd kiderül, vagy esetleg választható lesz a 2 karakter, mint a Alone in the Darkban, majd kiderül, de várunk válaszokat. Meg várjuk, hogy minél többet lássunk a játékból. Állítólag, én olvastam valahol egy olyat, hogy az LMV készítő ilyen remedi, azt szeretné, hogyha az idei év legszebb játéka lenne az LMV 2.
Én kíváncsian várom az erre vonatkozó bizonyítékokat. De mondjuk eddig olyan nagy kihívások elé nem állították. A Hogwarts Legacy. Hát az aztán tényleg marha jól nézett ki, tényleg. Úgy gondolom, hogy imádom a Hogwarts Legacy-t, de hát azért azt a szint, mondjuk azt, hogy az a szint azért még a bőven megugorható kategória. Hát az is, meg a Jedi Survivor is, a Zelda az pláne. Tehát miért? Azért meg úgy néz ki, mint a PS2-re adták volna ki. Úgyhogy igen. Ugye az az érdekessége az LMV2-nek, hogy csak digitális formában fog megjelenni, legalábbis eddig itt tartunk, de már több kiadó könyörög nekik, hogy adjátok már ki fizikálisan is. Nem. De nem akarják. Nem. Nem akarják, mert ők zöldek. Igen. Aha. Nem. Nem tudom. Egészségükre. Aztán lesz megint Warframe szekció. Oké. Okay. Ez tipikusan ez a szponzor megjelenés lesz. Itt, ami esetleg érdekes lehet, hogy ugye 2 éve, azt hiszem 19-ben, akkor az már odébb volt, jelentették be a Szellemi Örökösét, ugye ezt a szó, ami Soulframe néven fut. Viszont olyan marha sok információt azt azóta nem tudtunk meg, úgyhogy esetleg ilyen jellegű meglepetés lehet, hogy akkor ezt a játékot, ezt itt most leleplezik, esetleg gameplay formájában. Ugye az érdekes lehet. Legyen úgy. Bocsánat, csak még nyomok ezen egy aktivitást. Na, hogy az legyen benne, hogy itt a... Oké. Okay. De szépen összejöttünk. Aztán Cyberpunk 2077. Phantom Liberty. Story DLC. Soha jól tudom, ez az utolsó DLC, ami megjelenik. Kérdés, kitartott valaki ennyi ideig a Cyberpunk 2077 mellett? Tehát szerinted visszafog vala, tehát nem is azt mondom, mert biztos, hogy sokat fognak állni, de jelentős mennyiségű ember fog visszamenni csak ezért? Nagyon kíváncsi lennék. Nem tudom, meséltem el, hogy én megpróbálkoztam megint a Cyberpunk 2077-tel, és rájöttem, hogy mi a rákfenéje azoknak a játékoknak, amik nagyon-nagyon lassan indulnak be. Az újrajátszás egy nagyon komoly probléma. Tehát a Cyberpunk 2077-nél nálam konkrétan az verte be az éket, hogy így éreztem, hogy szeretnék egy olyan világban menni, amilyen FPS nézet, térben van, küldetéseket veszek fel, és el vagyok, egyszerűen nem vagyok képes átjutni a Cyberpunknak a prepozícióján, mert olyan rohadt vontatott az egész játék. De várjál, de melyiken, mert ugye attól függően, hogy milyen karaktert indítasz, az Origin Story, az 3 különböző. Tudom, de én Nomádot indítottam megint. Ja, hát akkor előbb is voltam ugyanazt a karaktert megint, és ugyanazt kaptam. Indíts másmilyen karaktert. Sőt, hogyha elmondom neked a harmadszorra is azt a karaktert indítod, akkor megint ugyanaz lesz. Nem az a bajom, hogy ugyanaz, hanem egy rohadt lassú, mindegy. Jó, oké. Okay, tehát lejjebb a felbontás jobban fog futni, gyorsabban. Nem, most nem... De szép volt, ez jó volt, ezt tetszett. Igyekszem. Na, úgyhogy a Cyberpunk itt lesz, illetve a Lies of Pi. Pi Kamui. Hmm. Ez a Pinokkiós Dark Souls. Úgyhogy... Vagyis inkább úgy mondom, hogy Pinokkiós Bloodborne, mert szerintem arra jobban hajaz. Ebben mi a Pinokkió egyébként? Azon kívül van benne egy karakter, aki nagyon hasonlít a Jeppe. Pont ilyen a Pinokkiónak a világa. Az echte így néz ki. Igen. Úgyhogy, remélem, azt a tündért is belerakják, ami a feldolgazásban volt. És pont úgy fog kinézni. Pont úgy fog kinézni. Mondjuk abban a világban bele is élik. A deltóros változatot mindenképpen nézzétek meg. Az, gyerekek, az egy zseni. Az tökéletes. Annak így kellett lennie. És nem csodálom, hogy azt hiszem Oscart is kapott, érte, az penge, az kurva jó lett. Uh-huh. Lies of P, Day One Game Pass, úgyhogy Lies of P, a PES hazugságai. Uh-huh. A Game Pass, érted? Menjünk tovább szerintem. Jó, akkor végeztünk az ott lesz szekcióval. Szándékosan tapalom az S betűsről lesz szekció. Jól van, értem én. És jön a talán ott lesz. Ez mindig izgalmasabb, ugye, mert itt lehet tippelni. És itt rátérünk a Conteo területére, és abban mi azért erősek vagyunk. Talán az országban a legerősebbek. Mondjuk nincs nagy kihívás. Tehát. Nem, minket nem mer senki két várra fektetni. Néztél már tükörben. No. FF7 Rebirth, ugye ez a 7 remake-nek a folytatása, és az az érdekesség, hogy ha jól emlékszem,
és már vagy 6 vagy 7 bejegyzés is született Twitteren, ahol szépen lassan adagolják hozzá az információt. Igen. Ugye azt tudjuk, hogy a FF16-nak a megjelenése gyakorlatilag már itt van a sarkon, ha jól tudom, akkor utána 2 héten belül meg is jelenik, 22-én, ha jól emlékszem. Igen. Majd a chat kijavít. Ugye abból már kaptunk rengeteg gameplayt, már tudjuk, hogy néz ki, tudjuk, hogy nagyjából mi lesz a sztori, milyen elemek lesznek, stb. Így annak olyan nagyobb megjelenésére én már nem számítok. Uh-huh. Esetleg egy launch trailerre, amit utána átvezetne a Hate Rebirth, mondom, abból most egész sok információt elkezdtek így szivárogtatni, és én gyanítom, hogy egyébként itt meg fogják mutatni. Egyébként meglepő, mert én az FF16-ot vártam nyílt világú RPG-nek, és sokkal zártabb lesz. Tehát nagy terekkel dolgozik, de inkább egy ilyen semi-open world Devil May Cry-nak tűnik, viszont amit ennél ígérnek, az a kivajazott open world. Tehát az tényleg az. Mondták, hogy valószínűleg új karakterekkel lehet interaktálni, új karakterek szállhatnak be a csapatodba. Itt szerintem már elég durván bele fognak nyúlni a sztoriba. Ugye, aki játszott az eredeti 7-től és a 7 remake-kel, az tudja, hogy változtattak a sztorin. Behozták ugye az ilyen párhuzamos világokat, meg ott azért a legvégére elkanyarodtunk jócskán. Most tudják végre megvalósítani mindazokat az álmokat, amiket eredetileg is bele akartak rakni. Igen. Ismerjük ezeket a érveket, hogy na, mint a Silent Hill-nél, mindig is így akartuk megcsinálni. Ahogy ne, persze. Mondjuk itt azért már lehet dolgozni, mondom, aki játszott az eredetivel, az tudja, hogy a Midgardos rész után nyílik ki igazából a játék, onnan indult be, igen, úgy rendesen. Tehát én megmerem kockáztatni, hogy szerintem tartalom szempontjából legalább kétszeresét lehet várni annak, amit az előző résznél kaptunk, és én itt mondjuk egy gameplay trailert várnék. Dátumot azt necces, ugye azt mondták, hogy 23 vége, 24 eleje lehetséges. Miért nem veszed le arról addig a hangot? Nem tudom, már leveszem. Jól van. Tehát ebből én szerintem a 24 Q1 az, ami valós lehet, esetleg Q2, de nem, azért nem vagyok csak 100%-ig biztos benne, hogy ez itt lesz, mert nem tudom, mennyire akarják kanibalizálni a 16-nak a megjelenését. Ha valahogy, ha mondjuk lesz egy Square Enix-es szekció, ahol több darab Square Enix játékot mutatnak meg, és mondjuk az FF16-tal kezdik, és ezzel zárják be, vagy lesz egy átkötés, hogy cameo jelleggel, vagy valami figuraként, vagy ilyesmi megjelenik ebből valami a 16-ban, azt el tudom képzelni, de igen, lassan ideje lesz ezt is így promózgatni, és mondom, nagyon-nagyon összevág azzal, hogy Twitteren megindították ezeket, tehát az információnak ugye a szivároktatását hivatalosan, úgyhogy ha valahol, akkor szerintem itt. Meglátjuk. Igen, volt már olyan Square Enix adás, emlékszel, nem tudom, egy vagy két éve, amikor egymás után jöttek a Final Fantasy trailerek, és én mondjuk csömört kaptam. Ez a Square Enix showcase volt. Aha. És mondjuk te nagyon élted. Én nagyon. De elképzelhető, hogy akkor ezt így bedobják, és nem fogsz számítani a Final Fantasy 16 megjelenés. Így van. Viszont nem mondom, hogy nagyon-nagyon picit kapcsoljunk rá. Miért? Meg van 27 percünk. Igen, a kezdésig. Igen. No, ami valószínűleg... Még annyit hozzátennék itt, csak hogy megakasszom a gondolatmenetedet, hogy amennyiben viszont nem akarnak belenyúlni így az FF16-nak a renoméjába, akkor ide be lehet szúrni a Dragon Quest 12-nek a leleplezését. Mert ugye csak a címet tudjuk. Letöltöttem a Dragon Quest 2-t. Miért pont a 2-t? De azt találtam meg. Érdekesen keresgélsz. Na mindegy. Jó, akkor ennyit akartam még ide beszúrni, akkor menjünk tovább, hogy mi lehet még itt. Egy apróság, ami egyébként nemrég szivárgott ki trailer formájában, és hallottam, hogy készül egy ilyesmi, de látni mindig egyébként leforrázóbb élmény, mint egyszerűen csak olvasni róla. Ez pedig nem más, mint Hideo Kojima dokumentumfilmjének a trailere. Azon kivoltam. Ez nézzétek majd meg, Connecting Worlds. Világok összekötése. Igen. És arról szól, hogy Hideo Kojima a megkerülhetetlen korszakos zseni. Nekem mindig gyanús egyébként, amikor ilyen fanfárokat lehet hallani egy még élő szeméről, és valahogy nem tudom, tehát ezeket ugye általában posztumusz szokták létrehozni,
és nem egy még ereje teljében lévő alkotótól, aki egyébként tudomásunk szerint legalább két játékon dolgozik, elvileg az Xboxnak gyárt egy horror játékot, meg a Death Stranding 2-t hegeszti, és ezek szerint akkor van egy harmadik projektje, egy róla szóló dokumentumfilm. Fú, nagyon cringe egyébként, és mondom, a trailernek a végén van egy olyan elszólás, hogy már gyerekkoromban is a jövőbe láttam meg ilyenek. Tehát nézem, hogy fú, bazd meg, tehát azért a... Neked azért ez kicsit önazodos, nem? Mármint hogy. Úgyhogy nem tudom, tehát szerintem a narcizmusnak is van azért egy olyan foka, amit úgy kéne kordában tartani, de azért mindegy, tehát hogy aki eddig nem látta, valószínűleg most majd látni fogja. Emellett lehet, hogy a Death Stranding 2-ből is fogunk látni valamit. Gameplay? Nem. Ugye azt mondják, hogy nem, tehát hogy nagyon meg fog változni a gameplay az első részhez képest, és hogy sokkal Metal Gear-esebb, tehát ilyen lopakodós, taktikai dolgra kell számítani. Most már még lassabban kell cipelni a csomagokat, és néha el kell vele bújni. Van egy haverom, ő kiírta Facebookra, hogy játszik a Death Strandingen, és azzal szöveget tette ki, ahogy nagyapáink mesélik, hogy jutottak a suliba. Ő egy kurva jó volt. Na, vonuljunk tovább. Én erre nem sok esélyt látok. Érdekelni, hogy ezt miért írtad be. Ja, de a másodikat igen. Tehát Balázs beírta, hogy Spider-Man 2 gameplay és megjelenési dátum. A másodikra látok esélyt, de a másodikra is keveset, mert ugye időközben nem bejelentették, hanem szivárogtatják, hogy idén, sőt, nagyon hamarosan várható egy második PlayStation Showcase. Igen, nekem kicsit erről nekem megvan a hangzatos véleményem, hogy hova tegye a második showcase-ét a Sony egyébként, de igen, én is hallottam erről. Hát élő adásban leginkább. Uh-huh. Mit akartál kihozni ebből? Ennyit? Uh-huh. Azért írtam ide föl, mert az Insomniac nagyon mondogatta, hogy hú, hát az, amit ők megmutattak igazából a showkészen, az még semmi, mi még nem láttunk semmit igazából. Tehát amit láttunk, az magyarázatra szorul. Nem volt az a semmi gond, az körülbelül ugyanaz volt, mint az előző részben. Az szorul magyarázatra. Hát de figyelj, egy jó játékot már hová javítani. A Zeldának nem lóvott fel, hogy ugyanolyan. Én arra lennék kíváncsi, hogy ez PlayStation 5 exkluzív lesz-e. Igen, erről beszéltünk, hogy ahogy kinéz a Spider-Man 2, az egy cross-gen megjelenésnek néz ki. Ott egy-két helyen voltak szép fényárnyék effektek, de úgy alapvetően nagy különbséget nem láttunk az első részhez képest, majd Digital Foundry is kielemzi, hogy pedig de. Ugye megállapították, hogy a Halo Infinite-nek is az in-engine traileréből, hogy na ez az első next-gen valami, és hogy ez itt tényleg karcolni fog. Hát már az in-engine trailer is olyan volt, hogy így gyerekek, ez így oké, ha azt mondják, hogy ez az, akkor oké. Kiderült, hogy mindegy. Na mindegy, úgyhogy esetleg erre látok esélyt, hogy tényleg ugye a nagy nyílt világot jobban megmutogatják. Esetleg még új ellenfeleket, hasonlókat, illetve amit viszont szerintem illene, az a megjelenési dátum. Bár az is érdekes lenne abból a szempontból, hogy két hete még nem tudták, most meg már igen. De ugye elvileg ez összejön. Meg ez milyen aljasság, érted, hogy a Sony rajongóknak megmutatod, milyen lesz a játék. Azt nem mondod, mikor jön, meg olyan fontos, ilyen kardinális dolgokat nem mondasz el nekik. Azt majd a Summer Game Festen, amit vagy néznek, vagy nem. Hát azért szerintem azok után, hogy sikerült a Sony-nak a saját showkésze, szerintem egyébként ez most fog dobni a Summer Game Fest nézettségén, meg az Xbox konferenciáján is egyébként, csak úgy az összehasonlítás véget. De figyelj, a Sony itt lesz, tehát valamit meg fog mutatni, és mit tud megmutatni? Ja, itt lesz a Sony egyébként? Persze, hát a PlayStation belet jelent, hogy itt van a Xbox is gyakorlatilag, a szakma összes nagyobb kiadója itt lesz, megfejlesztője. Szuper. Oké, vonuljunk tovább. Én ezzel nem időznék sokat, megmondom őszintén. Persona 3 remake. Ez mi? Igen, itt volt szivárgás, megtalálták a kódneveket hozzá, tehát régebb óta lehet sejteni, hogy készül egy Persona 3 remake. Na, ez Atlas. Csak hogy... Tehát tudtam én, hogy te erre gondoltál rögtön, csak megcsúszott. Illetve találtak még egy bejelentést, ez P5T néven fut, ez valószínűleg a Persona 5-nek valami vagy új DLC-je, vagy újrakiadása, vagy nem tudom. Azt már egyébként többször megcsinálták vele. Csak ugye a Persona 3 volt talán az első
olyan Persona, amit tényleg már nagyobb példányszában adtak el, tehát a legtöbben vagy ott, vagy a négynél vették fel a fonalat. Úgyhogy ennek a remake-ét elvileg itt fogják bemutatni, vagy legalábbis tízelni. Én megkockáztatom, hogy itt egy teaser trailer, és az Xbox konferencián fog lemenni a gameplay trailer. Legyen úgy. Na, elérkeztünk egy nagyon érdekes ponthoz, Konami. Metal Gear Solid Delta. Erről már lehet tudni, hogy a Konami belső stúdiója csinálja. Tehát ezt nem adták ki kintre. Ez belül készül a Konami falain belül, ami azért érdekes, mert hát tudomásunk szerint a Konaminak nem nagyon maradt csapata. Úgyhogy kurva érdekes lesz, hogy kik csinálják, és főleg, hogy nem tartom valószínűleg, hogy itt lesz az MGS Delta. Szerintem pont azért jelentették be ezt a Volume 1 pakkot, amiről kiderült egyébként a Metal Gear 1 és 2 is benne lesz, tehát a 80-as évekbeli Metal Gear játékokat is bele fogják rakni. Ja, még ami NES-re jött ki. Ja, amíg nem NES-re, de NES-re is kiadták, azt hiszem, de ezek a kurva régi szarok is benne lesznek. Ez a felülnézetes, az pixeles. Úgyhogy aki nagyon akar szenvedni, az majd szenvedhet vele egy keveset, de szerintem az MGS Delta az nem lesz itt, mert szerintem az idén nem is fog megjelni. Nagyon meglepne, hogy ebből kijönne. Bár egyébként jöttek ki belőle in-game screenshotok. Screenshotok, azokat láttam. Úgyhogy igazából, ha akarnák, akkor megmutathatnák, hogy néz ki mozgásban. Nem tudtam eldönteni egyébként, hogy az ott most jól néz ki, vagy nem néz ki olyan jól. Nyilván jobban nézett ki, mint az eredeti, de abból olyan sok következtetést nem lehetett levonni. Mozgásban, szerintem mozgásban fog kiderülni, hogy milyen lesz, amikor az animáció minőségét is látjuk. Én kíváncsi vagyok rá, de szerintem nem lesz itt. Ha mégis, akkor megint nem értem, hogy a PlayStation Showcase-re miért nem lehetett kivinni. Úgy, hogy a PlayStation Showcase megjelenés. PS Showcase után két nappal kint voltak már a gameplay screenshotok, az in-game screenshotok. Tehát valamiből azt kiszedték. Na mindegy. A másik, a Silent Hill 2 remake, ezt már nagyon-nagyon régóta hajtogatják, hogy kész van, közel kész van, ugye a To Be Announced időpontot átütöttek már Coming Soon-ra, tehát valamiért nem mutatják meg, nem tudom, hogy miért. Nem tudom, miért ülnek rajta. Esetleg most majd nem fognak. Szerintem lassan azért, hát hogyha belegondolsz, ugye Konami, a Konami saját rendezvényt nem fog tartani, ugye eredetileg ők az E3-ra vitték volna ki a cuccaikat, ami ugye nincs E3. Megmondtuk, hogy nem lesz. Tehát, hogyha nem itt, akkor az Xbox Showcase-re, bár amennyire én tudom, ugye konkrétan a Silent Hill 2 remake az időleges exkluzív lesz PlayStation-re. Ugye mellette van, tudom, 4 vagy 5 másik Silent Hill projekt. Ugye van ez az interaktív filmes, van egy teljesen... Az idén jön? Láttam a trailert belőle, még talán te linkelted át. Szerintem igen. Az egyiken pont egyébként az Annapurna dolgozik, tehát lehet, hogy az jó lesz akkor. Hogy azt mutatják meg. Én a kettőre vagyok leginkább kíváncsi. Tudom, hogy az, amit egyébként már kvázi láttunk, mert ugye ez a játék már egyszer megjelent, de nagyon érdekelne. Főleg azt, hogy tényleg mennyire vitték bele a saját engine-ből ezt a dimenzióváltós dolgot, tudod. Igen, azt látni kéne. Úgyhogy az jó lenne, illetve még pletykáltak egy Castlevania megjelenést is, ennek esetleg a tízelése az itt lehet. Én azt megint adnám. De én még azt is, annak is örülnék, ha csak remake-elnék a Lords of Shadow első részét. A másodikról nem beszélünk. Nekem az is jöhet, én azt is bírtam. Uh-huh. Úgyhogy a Konami részéről így szerintem ezek várhatóak. És ha már Konami, akkor a mellette lévő kalapból vegyük elő a Capcomnak a megjelenéseit. Igazából aktuális lemények, én ezt jobban el tudnám képzelni az Xboxnak a konferenciáján, mert ugye Day One Game Pass-es lesz, de simán várható egy Exoprimal villantás. Ez, aki nem tudja, ez a Capcomnak ez a dinosz... Ezzel hagyták cserben a Dino Crisis-t váró embereket, hogy nesze nektek Exoprimal. Ez ilyen kóp, dino lövöldözős, urbánus, ilyen mehás... Horda módos. Igen, cucc. Ez ilyen nem tűnik egy nagy durvásnak. Game Pass-ben jó lesz játéknak tűnik. És abba ki is adják, tehát, hogy... Úgyhogy valószínűleg ebből villantanak valamit, ha nem itt, akkor az Xbox Showcase-en, mert az is valami 1 órás lesz, 2 órás lesz? Nem tudom, valahogy úgy. Tehát abba el fog férni mondjuk egy másfél perces villantat. Nem úgy lesz, hogy aztán másfél óra lesz az alap showcase, és fél óra a Starfield. Külön kap a Starfield egyet, úgyhogy az biztos. De mindegy, Exoprimal, tehát tudjátok róla, hogy tudunk róla, hogy majd, hogy ez érkező. Hogy tudtok róla.
Na, Dragon's Dogma 2. Remegek ezért a bemutatóért. A Dragon's Dogma 2 kapott ugye egy hosszabb in-engine vagy in-game trailert a PlayStation Showcase-en. Egyébként szerintem a játék maga nagyon jól néz ki. Amit én itt talán megmutatnék, hogy milyen játékmenetbeli változásokat eszközöltek az előző részhez képest. Mert ez kicsit nisebb cím, nincsen akkora rajongó tábora, mint egyébként a Capcom többi címének, de úgy tűnik, hogy azért ezt jól össze fogják most rakni, és remélem azt a rengeteg idegesítő dolgot, ami az első részben volt, azt kicsiszolják. Ez például az utazása, a gyors utazás rettenetes volt. Lesz benne sárkány, Morbi kérdezi. Lesz. Jó. Dragon's Dogmában? Valószínűleg lesz sárkány. A Dragon Age-ben se volt. De volt. Menjünk tovább. Na, Pragmata, ez neked a veszőparipád, ez a kurva Pragmata, valamikor van ilyen konferencia, a Pragmata biztos ott lesz. A Pragmata ott lesz, a Pragmata az 2 éve csúszik folyamatosan. De hát még nem kell mindenhova odarakni, hogy a tartalak egy megmozdulás. Hát de ugye az utolsó bejelentés az volt a Pragmatából, hogy 2023. Mármint, hogy át volt húzva a 22, és átírva a 23-ba, és elvileg egyébként 21-be kellett volna megjelennie. Úgyhogy legalább, csak most már lássam, hogy mi ez. Engem ezért érdekel, mert utána, ha látom, hogy ez valami szar, akkor onnantól nem fogom emlegetni, tehát nem játszom Deathloopot. Jó, oké. De ja, úgyhogy ilyen szempontból egy ilyen leleplezésnek jó lenne. Bár, ha jól tudom, akkor kedden lesz Capcom Showcase valami iszonyatosan hálátlan időben. Igen. Egyébként ezeket a rohadt idősávokat nem tudom megérteni. Tehát az Apple képes volt úgy jelentős konferenciát tartani, hogy magyar idő szerint este 7-kor legyen. Akkor nem tudom elképzelni, hogy a játékstúdiók, tehát játékkiadók miért nem képesek hasonlóan kimatekolni azt, hogy kényelmes időpontba találják meg ezeket a dolgokat. Nem hiszem, hogy a magyar piachoz igazították az órájukat. Szerintem többen élnek abban az időzónában, ahol ez kényelmes, mint sem ugye nálunk. De az Apple meg tudja ezt hozni, neki nem fontos a saját piaca? Jó, okay. Ugye 3500 dolláros búver szemüveg, tehát jó, hát és de... szerintem már most elfogyott előrendelésbe. Na majd olyan 700 dolláros kiegészítő, tudod, ez a szájcsüveg. Ja, azt láttam én is. Jó, láttam, és láttam. Akkor ha már Capcom, akkor Monster Hunter, lehet, hogy lesz itt valami Monster Hunter-es dolog, a nem tudjuk. A Sunrise-nak most jön ki az utolsó tartalom frissítése, és ezzel valószínűleg az úgy le is áldozik. Köszönjük szépen a csírt, és meg a feliratkozást is közben. Runner egy ajándékot dobott Leramikónak. Jó, még 4 dolog az, ami valószínű, hogy itt lesz. Ez ugyanaz, mint a Pragmata, így mindenhol megjelenik, ahol valami konferencia van, szerintem a Nintendo Direct listán is ott lesz. Az Elden Ring DLC. Az Elden Ring DLC az azért lehet egy nagy dobás a Summer Game Festnek, mert annó az Elden Ring is az volt. Tehát az From Software-es bejelentések azok tipikusan ilyen Jeff Keighley pozitív bejelentések, ugye ők elég jobban vannak, és most már azért lassan elérünk oda, hogy lehetne róla valamit tudni, vagy mutogatni. Amennyit én hallottam erről a DLC-ről, az elvileg az volt, hogy 2 DLC-t akartak ők, hasonlóan, mint ahogy a Dark Souls 3-nál volt, de aztán úgy döntöttek, hogy összefűzik tartalmilag a kettőt, és végül ez egy DLC-ként fog megjelenni. Ezért most már szeretném látni, hogy ez hogy néz ki, mi lesz. Ugye rengeteg spekuláció van, hogy milyen tartalom fog pluszba belekerülni, folyamatosan bányásszák az adatokat, megnézik át a térképet, hasonló. Úgyhogy én ezt várom, hogy ez lehet a nagy bejelentés esetleg itt a show végén. Illetve a From Software-től nyilván megmutathatja itt magát a Fires of Rubicon is. Az Armored Core. Mi van, hogy az Armored Core lesz az Elden Ring DLC? Nagyon meglepne, ha mondanál valami értelmesen. És kiderül, már bejelentették ez az. Na jó, menjünk tovább. City Skyline 2. Igen. Milyen mélyre túrtál, hogy először... Nagyon. Figyelj, azért van egy stabil piac a városépítős játékoknak, ők szerintem remegve várják a City Skyline 2-t. Én mondjuk egy új Tropicót jobban várnék. Tropico 5 meg a 6 tök jó volt. Értem. És konzolon is tök jól működött, úgyhogy nekem inkább az, de nyilván azért ezzel sincs elárasztva. Ez olyan, mint a Grand Strategy piac, tudod, az ilyen Európa Universalis, meg az ilyenek.
Ja, meg a Hearts of Iron-nak, ah, annak is van egy közösség, aki nagyon szereti őket. Tudod, mekkora az átfedés a Hearts of Iron meg a City Skyline 2 között? Gondolom nem túl nagy. Nem. Meglepően kicsi. De értem, amit mondasz. Jó, hát figyelj, hogyha valaki felülnézetből akar lerakosgatni, mit tudom én, házikókat, meg toronyházakat, akkor a City Skyline 2-ben gyakorlatilag a Mennyországban fogja találni magát. Zoli ezért nem csinál ilyen játékokból bemutatót, mert nagyjából ez lenne a véleménye. Láttátok, mi történt a Minecraft Legends-nél is, vagy mi a túrónál? Hú. Több mindenkit megkímélnék. De én nem. Azt tudom. Na, aztán lehet Skate 4, az nem jelent már meg? Skate 4 még nem jelent meg. Jó. Egyébként én e körüli hype-ot annyira nem értem, tehát, hogy annó ugye nálam a gördeszkás játék az a Tony Hawk Pro Skater volt, ami nagyjából a harmadik, negyedik rész után ugye az is lejtmenetbe kapcsolt, de a klasszikus részeket imádták, és az 1-2-t ugye remake-elte is az Activision, és abból rengeteget el is adtak. Tehát nálam az volt a kvázi a gördeszkázós játék, de ezt is iszonyat sokan kérték az Electronic Arts, hogy csinálja meg. Ugye talán a tavalyi EXS-en jelentették be, vagy a tavaly előttén valahogy így, a játék elvileg, a játékfejlesztése jól halad. Na most, mivel az EA nem fog idén saját showcase-t tartani, legalábbis nem tudunk róla, ezért talán ez lehet az egyik EA játék, amit itt megmutathatnak, és erre nagyobb esélyt látok, mint mondjuk a Respawn Star Wars projektjére, mert ugye ez később lett bejelentve. Tudom, hogy Billy belóg a kezem, de nagyon pici időnk van még, hadd mondjam, hogy annyira reménykedem abban, hogy az Electronic Arts az fogja magát, és azt mondja, hogy nem igényel túl nagy erőbefektetést, és azt mondja, hogy ez meg bejelentünk nektek egy Command & Conquer remake-et. Mm-hmm, biztos ezt fogják mondani. Nem fogják ezt mondani, de annyira reménykedik. Egy Command & Conquer remake-et, és tudod, melyiket fogják remake-elni? Na, melyiket? A Renegade-et. Az. Aki esetleg nem emlékszik arra, mert az is már vagy több mint 20 éve jelent meg, az volt talán az egyetlen FPS a CNC szériában, és nem sikerült túl jól. De mindegy, tehát én szeretném azért. A Generalst azt adnám. Ha azt remake-elnék, azt adnám. Na, persze. De azt nem jelzi senki. Aha. Jó. Szóval mi lehet még itt? Na mi? Az AC Mirage. Igazából figyelj, szerintem nagy dolgot nem fognak előni, és ez szembe megy azzal, amit a perjel mögé tettél. Szerintem az nem lesz itt. Ami pedig? Ami pedig az Avatar Frontiers of Pandora. Mert az AC Mirage-t a Jubi kiengedte a saját konferencián kívülre. Szerint... PSO készre, mert azt nézte is valaki ellentétben a Ubisoft Forward-dal. Ja, igen. Tehát szerintem, ha valamit, akkor az AC Mirage fog kapni egy ingame, valami trélert, hogy lássuk, hogy hogyan... Legyomják ugyanazt. Ő bebaszna. De viszont szerintem, hogyha ide most betetnék az Avatar Frontiers of Pandorát, akkor mi a fasz néznél a hétfő Ubisoft Forward-on? Én biztos, hogy nem sok mindent. Mondjuk én nem tudom, tehát tudjuk, hogy mik azok a címek, amik legalább úgy készülgetnek a Ubisoftnál, és a nem érdekelből a úgysem készülés sohaig terjednek ezek. Úgyhogy engem mondjuk ilyen szinten érdekel a Ubisoft-for, vagy mégis mi az Isten tudnak megmutatni. Mert hogy a legtöbb játékuk el lett tolva a végtelenségbe. A Mirázson kívül, ami elvileg jön. Úgyhogy, és az Avatarról is rebesgették, hogy volt róla szó, hogy idei megjelenés lesz, kizár dolognak tartom, de hát most egy teaser trailert semennyi ideig nem tart szerintem nekik összepakolni hozzá. És akkor betennék mögé, hogy a hétfői Ubisoft Forward-on majd részletek? Ja, azt lehet, hogy mondjuk itt kinyomnak valami teaser trailert, és akkor mit tudom én, gameplay reveal a Ubisoft Forward-on. Az lehet mondjuk. Vagy az Xbox showcase-en, mert azt is fogják nézni a Ubisoft Forward-dal ellentétben. Úgyhogy persze, bőven benne van. Van rá esély. Az a baj, nagyon nehéz megtippelni, mert hogy ugyanúgy használhatják a Summer Game Festet a nagy kiadók baitnek a saját rendezvényükhöz, mint amennyire kihasználhatják a Summer Game Festet övező népszerűséget, és itt jelentenek be olyan fontos dolgokat, amiket egyébként a sajátjukon nem lenne érdemes ellőni, mert ezt tényleg nézik is emberek, ellentétben mondjuk egy Ubisoft Forward-dal. Úgyhogy... lehetséges. Simán. Itt bedobtátok a Warhammer 40,000 Space Marine 2-t, gondolom, arra gondoltatok. Azt is elképzelhetőnek tartom, abból már láttunk gameplayt, nagyjából tudjuk, hogy fog kinézni.
sőt a Bolt Gun, ami most jelent meg, az közvetlenül egy átvezető a két Space Marine rész közül. Ez végig itt az éged is? Még nem fejeztem be, de játszottam vele, igen, hogy az nekem elő volt rendelve. Úgyhogy igen, bőven benne van. Van még egy kis időnk, úgyhogy ötleteljünk. Szerinted az Xbox mennyire lesz itt most jelen? És hogyha igen, akkor mi az, amit esetleg megmutathatnának, ami nem a sajátjukra tartogatnak? Én két dolgot tartok elképzelhetőnek, vagy egy ID Xbox jellegű indie felhozatalt fognak bemutatni, körülbelül milyen indie címek várhatóak náluk, vagy pedig ők is egy ilyen baitnek fogják használni a Summer Game Festet, és azt mondják, hogy ledobnak egy, úgyse fog ilyen megtörténni, de valami hasonlónak annyira tudnék örülni, ledobnak egy cinematikot a Fable-höz, és azt mondják, hogy gameplay reveal, az Xbox is a vasárnapi showcase-en. Ez nagyon aljas lenne, és egyébként szerintem így ledarálna mindent maga után, amit be fognak jelenteni ezen a rendezvényen, de az mondjuk egy olyan dolog lenne, hogy ott remegne a föld szerintem. Én amit várok, hogy esetleg van rá esély, hogy itt lesz, az a Devolvernek az új játéka. Majd melyik? Vagy nem a Devolveri, a Double Fine, bocsánat. Double Fine. Mert ugye ők, jól emlékszem, hogy Psychonauts 2 óta nem nagyon adtak életjelet magukra, de tipikusan kisebb fejlesztőcsapat. Ami ilyen Summer Game Fest pozitív, még a Sea of Thieves-nek a 32. kiegészítője. Na, azt nem. Tehát ilyen jellegű dolgokat, esetleg, hogy egy montást, hogy mondjuk az elkövetkező fél évben Game Pass-be mi jöhet, pár ilyen indie címmel megtoldva ilyeneket. Tűzoltásként a Stalkert, mert ugye a Stalker szivárgott ki belőle tartalom. Másfél órás részt terveznek az Xbox Showcase-re, hogyha itt most elkezdik elpufogtatni akár csak az másfél perces Stalker trailert, akkor felmerül a kérdés, ami a TOS-t fognak berakni az Xbox Showcase-be. Én nem tartom valószínűleg, hogy az Xbox ide számottevő megjelenést tervez. Redfall DLC. Azt kéne. Nem, azt mondták is, hogy a Redfallon ők már csak ilyen foltozást fognak csinálni, aztán az Arkane már új játékon dolgozik. Jó, de hát az Arkane abban reménykedett, hogy majd a Micro lelövi azt a projektet. Arról holnap beszélünk. Mi is bedobunk egy baitet, jó? A holnapi Reflektorban beszélni fogunk sokkal alaposabban, mint hinnétek, az Arkane-nek a fantasztikus nyilatkozatáról, hogy abban bíztak, hogy amikor felvásárolják őket, a Micro lesz szíves lelőni ezt a szar projektet, ami végül Redfall néven látott napvilágot. Ezzel a gesztussal kimerítően fogunk foglalkozni. Én ma nem leszek ideges, de holnap bele fogom lovalni magam ebbe a témába, mert már most fel. Ezt viszont ne higgyétek el, mert Zoli képes magát olyanokon is felbaszni, amikor semmilyen fajta elvárása nincsen adott Game Festtel vagy akármivel kapcsolatban. Aki látta tavaly Game Awards-ot, az tudja, miről beszélek. Megkaptam egyébként YouTube-on, hogy nagyon gyerekesen viselkedem, amikor így kiborulok, hogy megpróbálok uralkodni magamon, és csendben felrobbanni. Oké. Okay. Eltolták a Homeworld 3 megjelenését. Tényleg. Hát jó, de mondjuk az minőségi munka lesz. Igen? Miért? Azért mert eltolták? Aha. Ja, jó. Ez az egyet jelent azzal, hogy ez csak is ezt jelentheti. Hát a minden fejlesztő jó játékot akar csinálni. Ja, ami a köznyelvben is van, hogyha eltolták, akkor minőségre ráfekszenek, és akkor hibátlan játék fog megjelenni. Aki tényleg a Cyberpunk 2077 után ezt elhiszi, az nem tudom, hogy hol él. Hát most már azt is egész jó rendbe hozták így két évvel a megjelenés után. Ja. Jó, azt mondja, hogy akkor majd játszani fogjuk a szokásos játékot, aki már többször velünk tartott élő showcase-ben, közben váltunk egyet. Azt tudja, hogy majd az elején lesz egy ilyen kis hangerőpróba, hogy a showcase túl hangos, túl halk, mi vagyunk túl hangosak, túl halkak. Toljátok majd be ide a visszajelzést. Tövik. Igyekszünk majd nem sok, tehát nem nagyobb belepofázni a műsorba, csak ha megérdemlik. Így igaz. Úgyhogy én most elkövetem azt, amit meg is beszéltük, hogy megteszem. Igen. Hogy váltok egy bemenetet, jó? Ezt lezárjam. Azt bezárhatod, persze. Jó. Jó. És egy pillanatra el fog menni a kép, de nem kell megijedni. Urai vagyunk a helyzetnek. Tehát most látjátok, hogy egy pillanatra nincs szignál, de várunk egy nagyon keveset, és már van szignál. Nagyon jó. De jó, bejött egy jó kis reklám. Bejelentkezhettél volna igazán. Látjátok? Máshol nem kaptok ilyen jó kis reklámokat.
Minőségi content. Az az. Úgyhogy... Szerinted... Jöleszati, köszi szépen. Ugye ez most a szubot élőben is fog menni, már úgy mondva, hogy az elmúlt években csak is digitális eventként létezett. Ebből adódóan mennyi színpadiasságot vársz a rendezvényt? Nagyon nem szeretnék, de szerintem fogok kapni. Jó. Ez az én nagy gondom. Csak hogy a legjobb minőséget kapjátok, mert az, aki minket néz, nem kaphat langymeleg vagy rossz minőséget. Csak is a legjobbat. Ezért néznek minket. Igen. Persze. Mi más? Hát, mondjuk én sem értem. Jó. Srácok, amit most hallotok, az jó hangminőség? Halljátok ezt a dallamot? Ez most itt fasza? Valami dallam? Nem hallod? De most már igen. Jó. Toltam rá hangot. Remek vagy. Egyelőre halk a hang, tehát halk a zene. Most fog kezdeni. Lássuk. Bekapcsolva hagyom a mikrofont, és hallani fogtok minket, jó? Néhányan offenzívnek tarthatják a tartalmat. Jó, tudod. Hát mondjuk, ha nálunk nézik, akkor ezen lehet. Ja, ezt miattunk tették ki, látták, hogy a reflektor is megy. Remélem, G-től nem lesz. Welcome to the stage, the creator of the Game Awards, Jeff Keighley! Jeff meg egész sokat fiatalodott. Uh-huh. Jó hang. Oké, fasza. Hello everybody, welcome to Summer Game Fest! We are in person, and today we've got a look at what's next in video games for you. We are live here in Los Angeles at YouTube Theater, and it feels so good to be in person with a live fan audience for the first time ever. Welcome, everybody. When I started Summer Game Fest back in 2020 from a spare bedroom, I never imagined it would grow into this. Today, the video game industry has come together to show you what's next. This is a cross-industry showcase, meaning no matter where you play games, I hope you'll discover a new game to put on your wish list. The landscape of video game events has certainly changed over the past few years, but one thing hasn't. There are a lot of great games in development, and our singular goal today is to get you excited about the future. In just a few minutes, we'll see the first extended gameplay of Mortal Kombat 1. Yeah. De azért Mortal Kombat 1, mert Xbox One van. Don't worry. Alan Wake 2, the reveal of Fortnite's next season. And yes, we do have a very special grand finale that you're not going to want to miss. Ó, valami lesz a végén, nem akarunk kihagyni. A Kojima doku. Let's get right to the games and gameplay. The first reveal is something you're not expecting, which makes it that much more exciting. Valami, amire nem számítottatok. Na, valami olyasmi, amire nem számítottatok, tudjátok itt? Prince! What? Ez a Prince of Persia remake? Vagy valami mobilos mellékeg? Prince has been kidnapped and taken to a forbidden land. All hope rests on us, the immortals, to rescue him and save the Empire. But we weren't prepared for what was coming next. Then again, they weren't prepared for me. Ez ötletes, ez tetszik. Kicsit a klasszikus Prince of Persia-kra hajaz ugye az első kezdet. Mármint ugye ez a 89-es? Igen. Arra. A vőhozán nézünk. Ez nagyon jónak tűnik. Nem tűnik rossznak egyébként, hogy... In these times of darkness, hope is the only thing that keeps us fighting.
Viszont idővisszaforgatást nem láttam még benne. 89-ben azért nem. Lost Crown. Jövő január, és jön mindenre, gyerekek, Switch-től kezdve, PC, Prevgen, Current Gen, Lunára is jön. There's a little surprise. Prince of Persia: The Lost Crown is coming in January 2024, a brand new action-adventure platformer in the iconic series with deep combat, some huge boss fights, and of course, incredible platforming, puzzles, and animation, bringing a modern take on the legendary franchise. You'll be able to see more at Ubisoft Forward, streaming on Monday as part of Summer Game Fest. Ooh, all right, let's move along to another iconic video game franchise that just celebrated 30 years. That's right. It's time for Mortal Kombat 1. Na lássuk. Nem szaroznak egyébként, gyorsan ellenik, amik a puskapol. It has been 4 years since MK11, and ever since Ed Boon and the team at NetherRealm have been hard at work on the most ambitious MK yet, that reboots the series into a new era timeline. And it's coming this September. Everyone has been asking, what does it look like? Who's on the roster? How do the new cameo fighters work? Well, now it is time for combat. No spoilers, but this video is literally insane. Here is an extended first look at the story, gameplay, and yes, of course, the fatalities of Mortal Kombat 1. Let's do it! Balázs, ne nézd majd oda, mert az éles lesz. I have had enough of you. Then go before I put you down. Fight! Jó, hát ez nem néz ki szarul. Ott ugyanúgy néz ki, mint az előző három Mortal Kombat. Today, you have proven worthy of joining us. Come, there are other champions I must gather. What do you want? Sento, it's my family blade. Sento's mine, and I won't give it up without a fight. Ó, így fog működni akkor ez a cameo fighteres. Működletes. A mozdulatok kurva jól néznek ki. X-ray is. Fújdabbnak tűnik nekem a gameplay, mint ha. Okay, let's go back to one here. Who are you again? Lord Liu Kang, protector of Earthrealm, god of fire. Jó, ez kurva jól néz ki. Tetszik. Jack Sword. You have skills, Raiden, but you're inexperienced. Whatever experience I lack, I make up for in heart. Meg Kino volt talán, ha jól láttam. Nagyon-nagyon. Aha, Kino. If your disease becomes known, you will be banished. I only want what's best for you. Or do you secretly covet my throne? A pályák nagyon szép. Azt akartam mondani, hogy nagyon szépen ki van dolgozva a góró. Ez a klasszikus erdőpálya lehet? Újra gondolva? A foresta. Ezek szerint lesznek kivégzések, amiben bevonhatod a cameo karaktert is. Hogy tűnik?
Hát nem lett kevésbé véresebb, mint az előző Mortal Kombatok. Nekem tetszik egyébként, jól szerettem. Jó, ez klasszikus. Szeptember 19. Pre-orderben lesz csak a Shang-Chun. Ja. I mean, that was pretty good, right, guys? Now, I'm sure you have many questions about what we just saw, and to tell you more, I am so honored to welcome to Summer Game Fest one of our industry's greatest creators, a man who has been loyal to the same franchise and fan base for more than three decades. Please join me in welcoming to Summer Game Fest the creator of Mortal Kombat, Ed Boon! Because I'm not a good one. Congratulations. They love you. All right. Well, Ed, first of all, thank you for that incredible world premiere. We got to see all the gameplay of MK1. And everyone just wants to know more about this. Because first of all, this is in a, it's MK1, right? It went from 11 to 1. So tell us about this. Is it a new timeline? Yeah. I don't know how many people have seen the ending of Mortal Kombat 11. Liu Kang basically was kind of graduated into, like, you know, a fire god, right? And he created a brand new universe. And this universe, this is why we're calling it Mortal Kombat 1, is because this is the beginning of a new timeline. A number of these characters you've seen before, but they're told in a completely different story. And so Sub-Zero and Scorpion are brothers now, and there's all these things that were rivals before are now allies. And so mixing the whole thing up, so we're just kind of rebooting, and that's what the one is for. Well, it looks incredible. Everything we saw there was, you know, in-game gameplay. The cinematics look incredible. I know the team has been working for 4 years on this, but the thing we got to talk about are these cameos, because we saw some pretty amazing stuff there. Now, so tell us, how does that work? You obviously, you have your sort of your main, you know, character that you'll pick, and then I know you also have a separate kind of cameo menu, so you pick sort of a pair when you start the game? Yeah, normally in a fighting game, you'll see a roster, basically, you know, where you select your character. After you do that, there's a second roster of characters, which are a whole new, completely different fighters that are the cameo fighters, and these fighters actually, they will join the fight, but they... A lot of blank squares there. Yeah, so it's kind of like, imagine yourself with Sub-Zero, but you have some of Jack's moves, and you can call him out. You can do it multiple times, as you saw in the gameplay, you know. So you can you can basically combine these two characters. All the characters can be combined with all the cameo fighters, and that's where you see... That's where the player's kind of imagination comes in, and they can actually customize it for what they like seeing, you know, the best team-ups. Well, so how does that work? So you're in gameplay, you have your main, you have your cameo. How do you summon them? Is it time-based? Like, how often do they come in? It's not a tag team thing, right? Exactly. And you're basically summoning them. It's just one button pushes, basically, summoning. But they have a variety. So you can go, you know, push that button with towards, and it'll do a different move. Push it with down, it'll do a different move. And so the combination... Oh, I see. So you can bring them in a combo almost. Exactly, okay. Exactly. And you see there's like a meter up on top, which is basic. That'll limit it, so you can't obviously fire them indefinitely, but you can call them pretty much whenever you want, and they have, you know, like in the middle of a combo, they'll have a lot of... you know, basically a whole arsenal of their moves. So Sonya, you saw come out there. Sometimes you'll see them appear twice in there. It's amazing. So time-based, they come out, and then obviously as you go through, you revealed some of them there, but is it a different set of characters that'll be in the cameos? Are there some repeats from the main roster? How will that work? Yeah. Some of the characters are going to be available as cameos as well as the main roster fighters. So you can play Sub-Zero with Sub-Zero, right? Same thing with Scorpion, but a lot of our cameo fighters are kind of like nods back to our first game. So you'll notice Sonya and Kano and Jax are in their kind of older costumes. And so there's a lot of that novelty. We have a lot of, like, really surprised ones. I think you guys saw Goro. Yes, Goro pops in there. Yeah. Exactly. So there's a lot of, like, kind of really digging into the old Mortal Kombat games as far as getting, you know, we really love the novelty of it. We really want the cameo characters to feel, you know, kind of nod to the old games. Well, speaking of nine of the old games, let's talk. You confirmed, I think, or it's at least known, that Jean-Claude Van Damme is actually going to be in this game as Johnny Cage, right? Is that true? Yes.
That was, yeah. People don't know the story. I mean, Bloodsport was such an inspiration for Mortal Kombat, so he finally is now part of it. It's a huge first full circle moment. You know, the first Mortal Kombat game, we originally wanted to be Van Damme, the video game, and that never really worked out. So I can't tell you how many times over the last 30 years we've tried to get him. You know, we were this close, like 4 or 5 times. And so finally we got him, and he's doing the voices, too. Wow. So you're going to hear Jean-Claude, his voice doing Johnny Cage's lines and stuff like that. We're really excited about it. Wow. Well, I know the team has been working so hard in Chicago to build this through COVID, and it's coming out in September, so we don't have to wait long, right? That's right. This has been a very difficult secret to keep over the last 4 years. And so, we could not be more excited in terms of getting players' hands on it. And, you know, throughout the summer, we're going to be showing a lot more content, a lot more characters, a lot more cameo characters. You know, so there's a lot of reveals that are coming out. Amazing. Well, Ed, thank you so much for coming up for first look at MK1. As you said, this weekend, people will be playing it, pressing the deals. We'll be seeing lots more coverage, lots more characters to reveal on the main roster and cameos. Ed Boon, thank you so much. First look at Mortal Kombat. Awesome. Thanks. Amazing. So excited about that one. All right. Next up, it's been a fun couple weeks for action RPG fans with the release of Diablo 4, which is truly fantastic. Another big and anticipated ARPG is Path of Exile 2 from Grinding Gear Games, who have faithfully been updating and patching the original PoE since its release in 2013. We haven't seen anything on the sequel in over 2 years, but that changes right now. Here is your first look at a raw gameplay capture from Path of Exile 2, a sequel that pushes the engine and gameplay to a new level. Kíváncsi vagyok, hogy a Diablo 4 ismeretében milyen lesz a Path of Exile. Kurva jól néz ki. Egyébként tényleg kurva jól néz ki. Where are the guards? Hey you! What's going on? Egy kicsit túlságosan be van zoomolva a kamera. Az a Diablo 4-nél is probléma. Ez most az új módi. Milyen logó ez, ember? Ez kurva jól néz ki. Perfect Excel 2. Ez szerintem életem legjobb logója, amit láttam az elmúlt. Jó, nem életem, de az elmúlt 2 évben. Július 28-án többet fogsz megtudni rólad. Miért volt július 28-án? Mi lesz akkor? Másfél hónapja, hogy leleplezt. Well, the team at Capcom has an important update to share with you right now. Már is jön egy Street Fighter 6 update bejelentés. Új karakter? Lelövik a szerverek. Ennyi volt a támogatás, mi? Mi ez, Robot Ryu? I am the Advanced Artificial Intelligence, Leviathan. Welcome to Pikitoa Island. What? Ryu skin a Exoprimal-be? Ha? Micsoda? Street Fighter Cross Exoprimal? Micsoda? Na, megvan a Game Pass bejelentésünk is. I'm guessing Ryu from Street Fighter facing off against a dinosaur probably wasn't on your bingo card for today's show. That's nem láttátok jönni. Az Exoprimal-ben annyi is volt. With the game coming out on July 14th. But guess what, guys? That may actually not be the craziest collaboration on the show today. No. Check this out. Na, egy még őrültebb kollaborációt jelentenek be. Mi lehet az? Ó, Nick Cage.
That's right. Nicolas Cage is coming to Dead by Daylight in July. I mean, I don't know how these things happen, but I figured the easiest way to find out is probably to go right to the source. This man's bold creative choices have earned him an Academy Award and a few memes on the internet across more than four decades. Ezt nem láttam, hogy a Summer Games Fest. Please join me in welcoming to Summer Game Fest, Nicolas Cage! Fú. Most egy kicsit kirázott a hideg, hogy itt van egy két lábon járó isten. Nick, I gotta say, welcome to the video game world. Oh wow, yeah, thank you. I'm so happy to be invited to your very, very cool club, everybody. Finally, I mean, I gotta say, this is such a crazy, unexpected collaboration. I gotta understand, how did this come about? I mean, some people be like, oh, maybe he'll show up in Fortnite, maybe he'll be in a Hideo Kojima game, but Dead by Daylight, I mean, how does this happen? Well, it's a museum of horror, right? Yes. And when I make movies, one of my favorite genres is horror. And in this, and in that genre, there's a character, a murderous ghost named Sadako, who I think is amazing. And she made an appearance in this game, so that was good enough for me. Okay. That's what's fun is you're playing one of the survivors in this game. And it's cool that, you know, it really is this museum of horror. Michael Myers, you said, all these different characters all coming together. And you, do you play yourself, or who do you play? So I play this heightened, exaggerated version of a film actor named Nick Cage. he's going to a location thinking he's making a movie, and instead he wakes up in the fog. And in the fog, he's surrounded by crows and serial killers, and it's rather amusing. And there's something about it that I think, as a survivor, is like a bonding experience. It's a bit like hide and go seek. You have your three other teammates who are survivors with you. It's teamwork. You're working together to pull through. And I like that. Hát, ha ezen elképettél, majd nézd meg a Fortnite-ben. And so that was a large reason for me to do it as well, that feeling of bonding with your friends. And you're fully in for this? I know we heard your voice in there, so you recorded lines for it and everything? See, I want you to know when you're playing the Nick Cage survivor, I even have when you're choosing your skins, I even say, always remember to dress to match your talent. I want you to know that you're with me, that we're one, that we're fused. So it was important to me that everything I do, everything I say, from the scream to the grunt, down to the most minimal exasperated expression of a sigh, whatever it is, it's my voice, so that we are fused. Fully invested Nick Cage. I love it. This game, as you said, is such an awesome kind of, you know, collaboration with somebody from the character. For you, I mean, how did you find out about Dead by Daylight? Én meg egy óráig el tudnám nézegetni egy kicsit. Somebody in my family is a Dead by Daylight enthusiast, okay. and that really put the hook in, pun intended. See, Dead by Daylight to me was an opportunity to branch out. I've never been invited into this space before. Yeah. I'm always looking for new adventures. So this to me was like, wow, I can make a whole new audience, meet a whole new audience, and branch out. Ez normális, ilyen fény viszi a között így kíván tágulva a pupillája. It took me nothing but a split second to say yes. And speaking about split seconds, what I noticed, sinuses, allergies. What I noticed was that every move you make when you're doing this, when you're in the gaming space, it's timed down to the split second. It's a very immersive experience when you're acting out in this space, because every move, every grunt, every sigh you make has to be timed perfectly with the gamer's move. So yep. That was something that I learned from this, and I'm always looking to learn something. Well, we love having you in the video game world. We want to see Nick Cage in more games. So thank you. Thanks, guys. Hát ez a passzi egy jelenség. Nicolas Cage, great to see you, man. Awesome, there you go, lock it in. Now, for all of you who want to play Nick Cage in Dead by Daylight, the chapter officially comes out on July 25th on PC and console. The PC players can try it earlier by downloading the player test build on July 5th. And here's an exclusive first look at Nicolas Cage in Dead by Daylight. De jó, most na, és gameplay-be is láthatjuk. Ó, de szörnyű, az meg hogy néz ez ki?
Ha már ennyire ráfeküdtek arra, hogy hallod a hangját, mert nem tudom, hogy legalább két szót szólhatott volna a játékban, nem? Anything goes here at Summer Game Fest. All right, thank you very much, Nick. Now, lately we've been seeing an incredible number of video game adaptations, but back in 2019, The Witcher on Netflix, inspired by The Witcher book series, showed the potential of well-done adaptations, and later this month, Season 3, Volume 1 arrives, and now it's time for the world premiere of the trailer, introduced by Henry Cavill in the cast. Ja. Remegve várod, hogy nézhessd? Ja, kicsit fele. A People Can Fly-nak az új játéka? Ez nem a People Can Fly-nak a játéka. Van ott írták be az meg, hogy ez. Ja, az a People Can Fly. Jaj, ez az a hexenes bosszancs tud. Ezekkel a varázslatokkal, meg a fizikával tudod, mire hajaz? Hm? Dark Messiah-jára. Hasonlít. Amire ezt a kíváncsi, azt mondta, hogy az Immortals az egy ilyen titkos közösség, vagy csapat, hogy ebben lesz például co-op. Ez egy single player, gondolom, story-orientált kampány, mint játék lesz. Story-orientált kampányjáték kap a kópot, hát az Ultramarines-ban is lesz. Egy főszereplő van, miért lenne benne kóp? Hát van egy másik. Hát az a kedvedér odaírták, hogy egy csatamákus. You're what's called a triarch. The Pentasod has gifted you with the ability to manifest all three colors of magic. We're only going to win this one together. Sigilon. Iszonyú szép az arcanimáció. Júli 20. A CGI volt. Igen. Okay. Love that we get to show you guys so much amazing raw gameplay today, and that game looks incredible. Coming out this summer from Ascendant and EA. Now, one game that constantly reinvents itself is Fortnite. And tomorrow, mindig megújul, mindig új. Hát nem ismerek rá. Tegnap ránéztem, ha ránéztem, nem ugyanaz a játék. Rage quitteltem, azt meg azt hittem, hogy nem is azt titítottam. Olyan jó a Fortnite, az a Fortnite 2. Olyan jó az USA. Hol az USP? Nem baj, most Cimbi mennybe megy. Indiana Jones collab? Remélem. Hallom, milyen jól lett a film. Hát de jó, Jurassic Park is lesz. Miért úgy néz ki ez a játék úgy, mintha ilyen Kinder tojás figurákkal játszaná? Mert... Ez a Fortnite 20 éve úgy néz ki. Nem baj, még az a hal kurva jó fejlődhet. Jönnek az autobotok?
Yeah. Fortnite Wilds launches tomorrow. Well, finally, guys, it's time to get to our grand finale. Na, most jön a befejezés. And it is a deep honor for me to present this game. What you're about to see is a world premiere trailer that gives us a new look at an expansive world we can't wait to explore again. This game comes from a studio that surprised the world and redefined the RPG genre with its iconic characters Eldening. And rich storytelling. Yeah. And I want to thank them for this trailer for one of gaming's most anticipated upcoming releases. Muszáj, hogy az legyen. The rumors were true. We're still here at the scene of this terrible disaster caused by a massive tornado which swept through sector 01. Yo, FF7 Rebirth. Amidst the wreckage of the expressway, yeah, yeah. Search and rescue Final Fantasy operations are already in progress. Az Elden Ring DLC-ből semmi sem lesz, az egy... Én ezzel is meg vagyok elégedett. Olyan, mint a Bloodborne remake. Ott van a 6 méteres kardot. Just look at it all. It's so green. Even after everything we've done to it, it's still going strong. It may look that way, but in reality, it's barely hanging on. I was wondering, what's Cloud been doing these past 5 years? Where's he been? And you're asking me this? This is gonna sound crazy, but as far as I know, Cloud was never in Nibelheim 5 years ago. The life stream. It is the very essence of our star. The blood coursing through its planetary veins. According to Hojo, they're connected to Sephiroth. Shadows of the Mad, I believe he called them. Sephiroth was in Midgard. We fought him. Whatever happened, he's alive. But why come back now? After 5 years, doing who knows what? Well now. I think we woke it up. Angered it, more like. Látod, nem tartanak attól, hogy kannibalizálják a 16-nak a megjelenését. She may be new, but she's still a turk. Végderred is játszott volna. Harcolszor ez a traktekemből is láttam? Tudom. Hát olyan jó. Get away from me! They say she's a monster. That she can peer inside you. Into the very depths of your soul. That she can become those you hate. Those you fear. Those you love. Bring you in. You murdered my dad. You burned my village. Do you know that I killed her? So, who is she? Két lemezem. Ki? Akkor lesz benne a tartalom. There you have it. That was Final Fantasy VII Rebirth coming early 2024. Mennyit fog ez foglalni letöltve? 200 gigát. All right. That's gonna do it for Summer Game Fest, our live showcase. But that is not the end of Summer Game Fest. Stay tuned this weekend for updates on many more games during SGF Play Days, a hands-on event for media here in Los Angeles, including Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, as well as the Xbox and Bethesda showcase on Sunday. Right now, though, stay tuned for Day of the Devs from I Am 8-Bit and Double Fine, which celebrates the independent game culture with a number of new game reveals over the next hour. We'll see you this summer, later this summer, on August 22nd for Gamescom Opening Night Live in Germany. Jó, hát ez már az epilógus. When we come together here in Los Angeles to celebrate 10 years of the Game Awards.
Thanks for watching, everyone. We'll see you soon. Na, akkor figyelj, akkor egy pár gondolat erejéig. Mert tekintettel arra, hogy mégiscsak csütörtök van, szerintem sokan vannak, akik holnap, nem fognak menni, de dolgozni mondjuk, igen. Figyelj, őszinte leszek, én abban a szempontból örülök, hogy meg lett hintve ez az év. Megjelenésekkel, játékokkal, tudjuk, ez a szeptember-október sűrű lesz, és amiket bemutattak, tulajdonképpen a legtöbbje kapott megjelenési dátumot, gameplay trailert. Igazából nem volt ez rossz, szerintem. Szódával elment, nincs ezzel semmi probléma, figyelj. Én azt mondtam, hogy valószínűleg jót fog tenni ennek a showcase-nek az, hogy nincsenek túl nagy elvárások vele szemben. Tudtuk, hogy mire számíthatunk. Az ki is töltötte nagyjából az időt, olyan hú de haj, de nagy leleplezések nem voltak. A végére berakták, ugye erről beszéltünk is, hogy lehet, hogy itt lesz a 7 Rebirth, azt berakták, abból volt egy hosszabb fejezet, annak nagyon örültem. Megint csak megerősítést nyert, hogy ugye 24 elején fog jönni. Úgyhogy összességében én sem vagyok igazából csalódott. Nyilván lehetett volna több, lehetett volna jobb, de mindenképpen nem akkora pofára esés volt ez szerintem, mint annak a PlayStation Showcase. Az... Meg hát nyilván azért sok mindent visszatartottak az Xbox Showcase-re. Az Xbox nem nagyon mutogatott itt semmit. Nem, viszont a Sony igen. Szóval, azt nem fogom tudni megérteni, hogy a Pókember megjelenési dátumot, azt mi, és semmi más nem, tehát csak azt. Ez olyan, mintha bazd meg, ott esett volna le nekik, hogy tényleg bazd meg, a dátum lemaradt a trailerről, bazd meg. Elfelejtették bevágni. Simán el tudom képzelni, hogy azon mögötte. Nem vittek ki a gameplay trailer, nem vittek ki semmit. Tehát, nem hiszem, hogy az elmúlt két hétben találták ki, mikor fog megjelenni a játék. Ezért gondolom, szerintem lemaradt. Október 20 volt, ha jól emlékszem. Október 20. Igen. Szeptember-október nem lesz rossz ilyen szempontból, hogyha láttátok, azért ott nagyon-nagyon sok játék fog megjelenni abban az időszakban, kezdve augusztus végétől. Tudod, az az igazság, hogy most nézem a chatforon a visszajelzéseket, és többen mondjátok, hogy csalódáskeltő volt a mostani esemény, de szigorúan saját magunkból kiindulva, ez a csalódáskeltő esemény is szerintem jobban sült el, mint a Sony-nak a showcase-e. Tehát igazából nagyjából ezt a szintet kéne belőnie az Xbox-nak, hogy meg tudja ugrani. Szerintem egyébként, ha összehasonlítom a kettőt, akkor... ennek ellenére erősebb volt a PlayStation Showcase. A PlayStation Showcase ahhoz képest volt rohadt gyenge, hogy az egy PlayStation Showcase volt. Tehát, hogy máshonnan indulsz el. Hát figyelj, itt nem vártál semmit, és ahhoz képest tök sok mindent kaptál. Szóval azért vártál valamit, és ahhoz képest alig kaptál valamit. Tehát azért gondolom, hogy jó, persze magasról nagyobbat lehet mindig esni, és a nulláról az egy, az mindig egy magasabb előrelépés, de én valamiért mégis úgy érzem, hogy elégedett vagyok úgy összességében dacára annak, hogyha még fél óráig tart ez az esemény ezen a színvonalon, én lehet, hogy eret vágok magam. Ez megint, tehát értem, hogy miért így csinálták, ahogy csinálták, ugye a szponzorok miatt, kötelező megjelenések miatt, de őszintén ezt össze lehetett volna vágni egy 30 percbe a jelentősebb bejelentésekkel. Ja, hát igen, az úgy értem, az ilyen... kibaszva, igen. Ja, az ilyen 30 megás játékoknak a mutogatása nélkül? Hát belerakni tudod a Mortal Kombatot, belerakni itt az FF-t, meg még egy-két dolog volt, amit úgy érdemes volt megmutatni, és nagyjából ennyi, a többi meg me. Korrekt plusz? Nem, azért annyira nem mennék. Meg lehetett nézni. Korrekt? Egynek jó, a Game Pass-ben jó lesz. Alszunk rá egyet. És holnap a reflektor. Holnap a reflektor. Kérdeztétek, holnap lesz reflektor. Igen. Jó, gyertek. Holnap reflektor a megszokott időben nagyjából, és szerintem a kibeszéléssel kezdjük. Jó. Kicsit rendhagyó lesz abból a szempontból, hogy most nem lesz annyira tagolt, de gyertek minél többen. És akkor holnap reflektor, vasárnap pedig folytatjuk majd az Xbox Showcase-szel. Így igaz. Köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok. Csáó, sziasztok.